Az ember úgy működik, hogyha engedi, hogy a körülmények befolyásolják őt, akkor bizony, hát kiszolgáltatottá válik a körülményeknek. Tehát az embernek az életét úgy kell alakítani, hogy a körülmények azok számodra, tehát olyan, mint a vízi malomnál, hogy a vizet a malmot felé hajtsa, érted, hogy forogjon a kerék. Tehát olyan életet kell élni, és olyan tevékenységet kell folytatni. És ez bebizonyított tény. Gondold végig, a Covid alatt annyit nőttünk egy év alatt, mint előtte 9 év alatt. Tehát a Covid, az baromi jól jött nekünk, akik a szervezéssel foglalkozunk. Akik a szervezéssel foglalkoztak már előtte is, azoknak a Covid jó kis bevételt okozott itt a PPH-ban. Mert a tanulóink száma egy év alatt megduplázódott, érted? Tehát kétszer annyi tanuló lett egy év alatt. Tehát az azt jelenti, hogy 9 év alatt lett egy számú tanuló, és annak a duplája lett egy év alatt, a Covid alatt. Tehát az azt jelenti, hogy minden olyan helyzet, ami az emberek életét nehezíti, az afelé hajtja a vizet, olyan, a mi malmunk felé hajtja a vizet. Miért? Mert az embereknek a jövővel kapcsolatban egyetlen választásuk van, illetve kettő. Vagy hogy földobják a talpukat, az a választás, vagy hogy tanulnak olyan dolgokról, ami segíti az életüket. Érted? Ennyi. És másik, hogy közösségben mindig könnyebb lenni, ha baj van, mint mikor az ember egyedül van. Jó? Tehát nem véletlenül, mikor jött az ellenség, ugye a történelemben, jött az ellenség, akkor egy ember, vagy egy család nem tudta magát megvédeni. De amikor az emberek összefogtak, oké, és közösségbe verődtek, és tudtak jól működni, mert volt mondjuk jó vezető, akkor meg tudták magukat védeni. Világos ez? Tehát ugye erre múltkor tanulmányoztam egy példát, a tatárjárás. Tehát a magyaroknak nagy ellenállása volt, nagyon nagy, és de a Dunán innen gyakorlatilag kiirtották a lakosságot. És a Dunán túl, akik jobban föl tudtak készülni, mert volt idejük, és jobban össze tudtak fogni. A tatárok visszavonultak. És gyakorlatilag Dunán túlt, nem dúlták föl. Oké? Csak a Dunán innen. Pedig át tudtak menni a Dunán, de ott olyan mértékű összefogás és együttműködés volt a magyaroknak, hogy a tatárok inkább feladták a Dunán túlnak a meghódítását. Oké? Tehát ennyit jelent, ahol nincs felkészülve az ember a várható jövőre, ott úgy jár, mint a tatárjáráskora. A Dunán indeli rész. És ott kiirtották a gyerekeket is, meg az asszonyokat is, tehát nem csak a férfiakat, mindenkit. Most tárják föl azokat a sírokat mostanában. Érted? És meglepődve tapasztalják, hogy tele van gyerekekkel, meg nőkkel is. És kap férfi alig. Mert a férfiak ugye a harcban estek el,
és azokat meg fogták, azt fölgyújtották, tudod. Tehát amikor tömeges temetés van, akkor nincs temetés, hanem gulákba rakják őket, azt meggyújtják. Az kész. Azt akkor ott nincs. Csak hamvak vannak, nincsen izé, nincsenek csontok. Jó? Szóval lényeg az, hogy az összefogás és a közösségben való együttműködés az eléggé hasznos tud lenni. És az emberek túlélését tudja biztosítani, mint a történelmi példák is mutatják. De az emberek azt gondolják, hogy ott van egyedül. Aha, jó, hát akkor csinálj nyugodtan. Ezt majd meglátod, mire jutsz. Jó? Mi közösségben működünk együtt azért, hogy tudjunk túlélni, érted? Szó szerint. És a túlélés célja az a szeretetkor. Bekerülhessünk a szeretetkorba. Mert a szeretetkorba az kerülhet be, aki képes az etikát használni. Tehát képes erkölcsösen, becsületesen, tisztességesen működni. Oké? Aki ezt nem tanulja meg és nem képes, az nem fog bekerülni a szeretetkorba, az aranykorba. Na, tehát mi lesz vele? Feldobja a talpát. Az lesz vele. Jó? Tehát ez az alapja az egésznek. És utána bekerül az ember a szeretetkorba, utána ott lehet tanulni, hogy vissza tudjunk kerülni oda, ahonnan jöttünk. Abba a felső világba. Jó? Ahonnan ide jöttél. Mert nem egy helyről jöttünk mindjárt. Úgyhogy várunk benneteket a közösségünkbe, ahol rendszeresen tanulunk, minden szerdán és vasárnap. Ahol lehet a képzéseket igénybe venni. Helyszínen lehet igénybe venni. Interneten keresztül élőben lehet igénybe venni. Felvételről, és nyilván az internetest is, meg a felvételt is, a weboldalon keresztül lehet igénybe venni. És mind a kettőt lehet videós formában nézni, tehát az élőt is, meg a felvételt is, és lehet rádión hallgatni, ha valaki rádión akarja hallgatni, mert mondjuk gyenge a nete, vagy éppen valahova mondjuk közlekedik. De a felvételeket is, tehát ugyanúgy lehet, mint az élőt. Jó, úgyhogy várunk benneteket szeretettel, ne halogass, mert az idő fogy. És ahogy itt a Covid-nál azok jártak jól, akiknek csapatuk volt, és minél nagyobb, annál jobban jártak a Covid alatt. Oké? Jön a nehezebb időszak, akkor jársz, jó? Ha minél nagyobb csapatod van.